Az utolsó darab. Igen, megcsináltam. Ez a 3 hónap nem ment kárba. Pszi! Óvatosan, nem akarok kárt tenni semmiben. Főzök magamnak egy kávét. Úgy érzem magam, mint egy 2 farkú kutya. Hé, srácok, készen álltok a táncra? Ez az én lat. Ó, én is szeretlek titeket, barátaim. Hoppá! Ez rossz! Ne! Ezt ne! Szia, apa! Cindy, mit csináltál? Be akartam mutatni a hajó kiállításon. Mindent tönkretettél. Nem akartam. Hát, akkor itt hagylak a fadaraboddal. Cindy! A szívem is összetört vele együtt. Mindig csak a hajóira gondol. Akkor éljen csak velük. Nekem már elegem van. Elmegyek. Cindy! Kislányom! Cindy! Támogassátok ezt a szerencsétlen apát, lájkoljátok ezt a videót. Minden családban lehet egy kis félreértés. De miért kell ilyen drasztikus lépéseket tenni, Cindy? Nos, lássuk, mihez vezet a sértett lány döntése. Kérlek, fogadj örökbe. Haha, valami jobbat kellett volna kitalálnod, mint én. Nagyon szegény fiú voltam, Trump City utcáin éltem, de egyszer népszerű lettem, most gazdag vagyok és szellemes. Hűha, ez Mark Rednor. Várj egy percet, azt kéri, fogadják örökbe. Szegénykém. Ó, teljesen megértem. Hajléktalannak lenni nagyon nehéz. Emlékszem, hogy mindig éhes voltam. És ha nem lett volna egy szerencsés véletlen... Alma! Ó, egy mikrofon! Emberek, kérem, ne menjenek el mellette! Segítsétek a szegény és éhes fickót! Itt tilos koldulni, de én dolgozom. Ó, persze, gyerünk, munkás, tudom, hol találok neked hasznot. Ez az, megállapodtunk. Jó, jó! Mark! Ne légy olyan szomorú! Én leszek az apukád, mit gondolsz? Én benne vagyok. Akkor hát menjünk. És mi lesz velem és az új iPhone-nal? Nem gond, nem vagyok fukar. Kapd el, haver! Oh! Összetört! Hoppá! Hát, majd valahogy megjavítod. Ki gondolta volna, hogy Cindy ilyen szerencsés lesz? Most ő a világ leghíresebb rapperének a lánya. Remélem, nem felejtek el ragasztószalagot venni. Te pedig ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. Régen nagyon szegény voltam. És semmim sem volt. Tényleg, soha nem gondoltam volna. Igen, azok voltak a legsötétebb időszakok az életemben. Bár egy percet, ezek azok a helyek, ahol régen éltem. Olyan hideg volt abban a sátorban. Senki sem vett fel, és az utcán kellett pénzt kérnem. Ez pedig én vagyok a börtönben. Ott legalább meleg volt, és naponta 3-szor adtak enni. Olyan sok mindenem mentél keresztül. Hol élsz most? Ott! Ó, te jó ég! Ez egy egész ház, és mind a tiéd. Természetesen, várj, most már a lányom vagy. Neked ezt a menő szemüveget kellene felvenned. Hűha, köszi, apa! Ez aztán a stílusos, most pedig menjünk haza. Igen! Ne, várj! A szemüveggel majd később foglalkozunk. Oké, apa! Van egy különleges kombinációs kódom, figyelj jól. Hűha, szükségem lesz a szemüvegemre. Hogy tudod ezt megjegyezni? Nyugi, én csak vicceltem. A kombináció 3, 5, 18. Erre. Hűha, még saját lifted is van. Ja, kinek kell lépcső? Hűha, érintőképes gombok. Igazából az 5. megyünk, de rendben, megmutatom a többit. Ó, mi van itt? Az összes dalom ezen az emeleten készül, ő pedig Chad az egyik szerző. Ó, Westside! Westside, legyen termékeny napot, haver!
Hihetetlen, ez tényleg az? Igen, ez egy egyedülálló vízipark, csak az enyém. És a negyedik emeleten szoktam ebédelni. Ez itt? Igen, itt lehet uzsézni. Mr. Mark, a vödörnyi speciálisan sütött csirke combkész jó étvágyat. Köszönöm, Taylor. Ő egyébként a lányom. Ez friss. Most pedig, Cindy, szeretném bemutatni neked a feleségemet. Szia, drágám! Igen? Szia, Mark! Kája, van egy lányunk, ő itt, Cindy. Mi? Ezt nem hiszem el! Annyira örülök! Kislányom, drágám, pont úgy nézel ki, mint én. Úgy tűnik, ez a találkozás az új anyukával még jobban alakul, mint azt valaha is el lehetett volna képzelni. Mark és én már olyan régóta álmodtunk arról, hogy gyerekünk lesz, és végre valóra vált az álmunk. Az összes társasági eseménye mindenki csak bámult minket. Azt terveztük, hogy hihetetlenül szép gyerekszobát csinálunk a babánknak. Olyan gyönyörű, akár csak te, drágám. Mi más kell még a boldogsághoz? Igazad van, drágám, talán még a ti lájkjaitok. Ó, lányok, ezt nézzétek! Mi vagyunk a tökéletes család. Kája a lányom és én a sztár. Zseniális, apa! Jó, ne várjatok, barátaim, csak kattintsatok a tetszikre és hagyjatok kommentet! Gyere be, drágám, ez az én öltözőm. Te is használhatod. Hűha, mennyi gyönyörű dolog van itt! Hoppá! Azok a te ruháid! A mi lányunk nem viselhet ilyet. Mindet kidobjuk. De mit fogok felvenni? Ez nem gond. Várj, mi az ott a lábadon? Cipő? És ezt te cipőnek hívod? Ennek nincs is sarka. Nos, Cindy szokásos öltözködési stílusa nem éppen az igazi sztárcsalád státuszának megfelelő. Nem, ez nem fog menni. Mit tehetnénk? Tudom már! Voilà! Nem rossz, de tudunk jobbat is. Ez elképesztő! A rossz oldal! Igen, ez nagyszerű, de valami hiányzik. Csak mi? Pontosan! Cindy most már tényleg úgy néz ki, mint Mark és Kája saját lánya. Köszönöm, anyuci! Mutassuk meg apának! Jaj! Cindy, jól vagy, kislányom? Igen, csak még sosem hordtam magas sarkút. Semmi baj, majd később megtanulod. Mi folyik itt? Még olyan korán van. Honnan jön ez a zaj? Talán ez? Nem, vagy talán ez? Az kizárt. Mi van ezzel? Nem rossz. Apa, mi ez a zaj odakint? Nem aludtam valami sokat. Ezek csak a paparazzik. Mindig itt vannak. Legközelebb tedd fel a fejhallgatót. Oké. Már így is elkéstem az órámról. Cindy, mesélj magadról! Apuci! Itt vagyok, lányom. Van egy trükköm. Csináljuk meg. A saját fegyvereinket használja! Hess! Király! Így már jobb. A szemem! Nem látok semmit! Pár óra múlva rendbe jössz. És ne aggódj, a sofőröm majd elvisz a fősulira. Micsoda csodás nap! Sétálunk és játszunk! Nincs miért aggódnunk! Mindig boldogok leszünk, semmi kétség! Nincs autógram, sétálok a szüleimmel. Oké, csak hagyjatok békén, kérlek. Mit akarsz tőlem? Apa? Kislányom, bocsáss meg, annyira sajnálom! Drágám, ki az? Biztos az előző apja.
ezentúl nem csak a hajókra fogok figyelni, ígérem. Annyira hiányzol nekem, gyere haza, drágám! Cindynek rendkívül nehéz döntést kell meghoznia. Ó, ez szörnyű. És az új szüleim mindig olyan kedvesek hozzám. De a saját apukámat is szeretem. Ezúttal hogy fog dönteni? Várj, Cindy, maradj velünk, mi jobbak vagyunk! Mit tegyek? Én tudom, te majd segítesz nekem. Írd meg a videó alatti kommentben, hogy kit válasszak, és várd a második részt. Kivel beszélget? Fogalmam sincs. Talán a madarakkal? Tetszett a videónk? Akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel csatornánkra, és ne felejts el a csengőre kattintani. Szia!